Fedve lettünk, s
Thank you.
Hogy a csarnok magyarok életét, egyházi énekeit
Csodálatos, induló vallásosságokat, hitre épült arhaikus kultúrájukat. A Soproni hegyparéktól Csármóföldi, Zoboraljától a Belgrád közelében fekvő székelyfalva, a nyitrai Szent László és Prohászka ünnepségekig, a Vág és Karam völgyéig, Székelyföld gazdag vidékéig, a Jézusi szeretetet, a Mária tiszteletet, a keresztény magyarság tudatot erősítő missziót folytat. Sokaknak visszaadta hitét, sokunkban megerősítette a népi vallásosság jelentőségének tudatát, méltóságát, felmutatta és példaadóan képviselte a Mária tiszteletet. Hiáltásunk Nagy Gáspár, köszöntő Jáki Sándor Teodóros szolgálataiért című versében példaként mutatta fel a szürke fejű öreg bácsót, aki papi ember a javából, családjából lép harmadik, aki szenvedett fia. A Domokos Pál Péter nyomán apostolkodó, rendületlen szívű vándor egy népet fogadott szeretetébe és barátságába, akikben a csalódók jelenkori apostolát szeretik és tisztelik. A világ legelhagyatottabb kisebbségéért áldozatos munkát végzett. A Csámbóktól igaz tudósítások című könyvében az írásból lelki pásztor felelősség tudata nyilatkozik le. Ezt a csodálatos papi és kulturális missziót szolgálja a Jáki Sándor Teodóros énekelés tanít című CD-t is. Nagy boldogság és büszkeség töltötte el a már Erdélyi Zsuzsa által gyűjtött Aranyi Atyán énekelt Csándor változat. Igaz gyémánt leletként tartott a számon ezt az énekelt imádságot, a megélt katolikus közös remekünk. Nagy örömére szolgált az Európai Tanács határozata. A Csármunk a magyar nyelv egy korai változatát beszéli, ősi hagyományát, változatos népművészetet és népi kultúrát őrizte, amely különleges értéket jelent Európa számára. Az elmúlt évben újra meg újra együtt ünnepeltünk a gyémánt kísér szerzetes papsal. Ezek az együttlétek valójában nem róla szóltak, hanem alkalmak voltak számára, hogy megfogalmazza hitvallását, hogy fölrázza csüggetek lelkületet is, és itt is, ott is, család és egységet teremtsen az egyetültekről. Lezáruló életet, üzenet. Őrizd a hitet, újulj meg Mária tiszteletedben. Őrizzük meg anyanyelvünket. Úgy tiszteljük a minket körülvevő nemzeteket, hogy nem feledkezünk el a határainkon túlélő magyarjainkról. Akit meglátogathatunk halálos ágyánál, elgondolkozva szemlélhetjük a karjára erősített világító rózsafüzért, amelyből ezreket ajándékozott el szerte a Kárpát-medencében. Ez az apró jel is tanúskodik belső vallásosságáról, a szó és a tett egységéről, mindig azzal a megjegyzéssel osztogatta, ez a rózsafüzér akkor is emlékeztet téged a szűzanyára, a Helenunknál. Gyakran idézte az édesanyja temetésekor elhangzott gyászbeszéd első mondatát. Etelka néni, milyen a mennyország? Most mi tőled kérdezünk,
Te mondom az Atya, milyen a mennyország? Választ nem várhatod. Nem csak azért, mert ajkai elmét mutat, hanem azért sem, mert hiszem. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretett. Teodóz Atya, reményünk az, hogy Te már tudod ezen szava mélységes igazát. Adjunk hálát Istennek az ő gazdag munkásságáért, hordozzuk őt imádságainkban, kövessük életünket.
Velünk is értünk, és mondja,
Yeah.